10. kiadásával jelentkezett idén Marosvásárhelyen a szféraként ismert kortárs művészeti tér, amelyet a tavalyi évhez hasonlóan idén is a volt Predeál vendéglő épületében és annak udvarán tartottak meg az elmúlt hétvégén. Kezdetektől fogva Marosvásárhely elhanyagolt, de ikonikus épületeiben szervezik meg a szférát, amelynek célja, hogy közelebb hozza a művészeteket az emberekhez, színházi előadások, filmvetítések, kiállítások és koncertek révén. Az elmúlt 10 évben többször is helyszínt váltott az esemény, tavaly és idén a volt Predeál vendéglő épületére és udvarára esett a főszervező Nox Novum Egyesület választása. A 3 napos esemény ezúttal is színes és változatos programkínálattal jelentkezett. A tárlatok esetében a pop art volt az idei tematika. Felosztottuk 2 részre ezt az egész kiállító teret igazából. Az egyik az abszolút az akciófigurákról szól, a modern, az abszolút egyszerűen értett kortárs művészetekről szól, a többi pedig az Élesdű művésztelep. Az Élesdű művésztelepnek 13 alkotóját varázsoltuk ide a szférára. A koncertek esetében mindig arra törekednek a szervezők, hogy valami újat, különlegeset nyújtsanak a marosvásárhelyi közönségnek, ezért gyakran olyan előadókat hívnak, akik kevésbé ismertek. A jubiláló eseményen Fráték Jorgét is sikerült elhívniuk a Moldvai Köztársaságból, akit régóta szerettek volna már vendégül látni a szférán. Második alkalommal veszek részt, nagyon tetszik maga a helyiségnek a vibe-ja, az a kisugárzás, amit ő ad, az nagyon megfog maga a művészet, a fellépők, az emberek, akik itt összegyűlnek, tényleg szeretem a közösséget. Magány. A 10. szféra megvalósulásában partner volt a Maros megyei múzeum, a Látó szépirodalmi folyóirat és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.